Idén 22. alkalommal emlékeztek meg Felvidéken az 1848-49-es szabadságharc egyik kiemelkedő eseményéről, melyet a történelem dicsőséges tavaszi hadjáratként említ. Ennek tiszteletére minden évben megrendezik a Felvidéki tavaszi emlékhadjáratot, melynek szervezője, valamint résztvevője a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület. Ez alkalommal is csatlakoztak e neves eseményhez az anyaországi katonai hagyományőrzők is. Az emléktúra harmadik napján Izsán is sor került a jeles események felidézésére. Az önkormányzat fogadta a hagyományőrzők tisztelgését, majd közös koszorúzásra került sor a községben felállított emlékhely előtt. Felvidéki tavaszi emlékhadjárat hagyományőrző hadserege Izsa községre megérkezett. Kérünk engedélyt a hősi emlékmű kopjafa megkoszorúzásához. Jó napot, hagyományőrzők! Erő! Tisztességet! Én Domin István, polgármester. Izsa község nevében szeretettel fogadjuk a tavaszi felvidéki hadjárat vitéz katonáit. Kérem, helyezkedjenek el nálunk, fogadjuk szeretettel önöket. Kapitány úr, az emlékmű koszorúzására az engedélyt megadom. Köszönöm. Vigyázz, pihenj! Válhoz! Válhoz! Vigyázz, válhoz! Koszorúzás! Egységesen Szkenderovics százados vezény. Parancs, értettem. Figyelem, yes! Közelésre felkészülni! Készülj! Hey!
Becél! Becél! Figyelem! Fogadás középről, Nemzeti Imádsághoz, tisztelek! 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 Puskával tisztelek! Megemlékezés után a polgármester átvette azt a díszoklevelet, melyben a magyarországi 33. tavaszi emlékhadjárat rendezvényigazgatója, Fülöp Tibor Zoltán mond köszönetet a felvidéki tavaszi hadjáratban résztvevő községeknek. Polgármester úr, a 22. felvidéki tavaszi emlékhadjárat hagyományőrző hadserege nevében szeretném átadni ezt a díszoklevelet, amely emléket állít a 22. felvidéki tavaszi emlékhadjáratnak, és annak, hogy ennek mai állomása itt is a községben megvalósult. Kérem, fogadja szeretettel a hagyományőrző hadsereg fogadásának köszönete jeléül. Kapitány úr, az ajándékot elfogadom, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Polgármester úr, kérek engedélyt a tér kiürítésre. Az engedélyt megadom. Értettem. Figyelem! Menetoszlopra! Első oszlop a Kecskeméti 71-es, második oszlop a Berlinger százados vezette alakula. Vezényeljenek! Fél bal! Figyelem! Vigyázz! Fél jobb! Fél jobb! Hadjárat! Járj! Járj! A 22. alkalommal szervezte meg egyesületünk a felvidéki tavaszi emlékhadjáratot. Ezen alkalommal is 15 községet érintett a háromnapos rendezvény. Nagysallóról indulva Nyírágó, Kéty, Bény, Kéményd, Kőhídgyarmat megállókkal az első napon. A második napon Muzsla, Szőgyén, Köbölkút,
Kisújfalu, Bátorkeszi madarmegállókkal, a harmadik napon pedig Pat, Izsa és Észak-Komárom érintésével zajlik a 22. felvidéki tavaszi emlékhadjárat, amelynek a célja, a legfőbb célja, hogy emléket állítson az 1849. évi dicsőséges tavaszi emlékhadjáratnak és az abban elesett honvédeknek, huszároknak és tüzéreknek. Az idei évben hagyományőrző csapatok érkeztek Szegedről, Kecskemétről, Vácról, a Balatonfelvidékről és az izsai felvidéki huszár és hagyományőrző egyesület honvédjei és huszárjai vettek részt ezen az eseményen.